átadták a Széles Szapiencia ösztöndíjakat Kapuváron. Idén 7 diák kapott anyagi támogatást a várostól. A középfokú oktatási intézményekben tanulók A típusú, a felsőfokú oktatási intézményekben tanulók B típusú pályázatot nyújtottak be. Idén a tanulók egy összegben 70 ezer forintot kaptak. Gratulálunk az ösztöndíjat elnyert pályázóknak. Berényi Annától és Mészáros Leventétől hallunk egy hegedű duót, Mozart kánonját, fogadjuk őket szeretettel. Köszönjük szépen Leventének és Hannának ezt a szép hegedű duót. És ugye a mai nap ugye a Széles Szapiencéről szól, és a Humán Bizottság idén úgy döntött, hogy a beérkezett pályázatok közül A típusúba, akik a középiskolások, de beérkezett 9 pályázat, 4 díjazottat jutalmazunk, a B típusúból a felsőoktatásiból 12 pályázat érkezett be, és ott 3 főt részesítünk majd jutalomba. De még mielőtt ezeknek átadására kerülne sor, kérem hallgassuk meg Gartner Flórától egy verset. Horváth Piroska, Gaudamus. Rögös az út, nincs még vége, előtted a nehézsége. Szokatlan a sok változás, új kikötők, új állomás. Egyenes út, nincs még vége, előtted a bölcsessége. Afelé jutsz, amit tanulsz, az életben így boldogulsz. Kanyargós út, nincs még vége, te vagy jövő büszkesége. Égig emel magasságba, egy erkölcsi gazdagságba. Békés az út, nincs még vége, nyugtat lelked ékessége. Jel nélkül nem múlhat léted, adj tovább majd minden szépet. Derűs az út, nincs még vége, boldogságot teljessége. Akkor önti el szívedet, citátumot, ha szívleled. Szépre neveld szülő tanár, köszönjed meg, amit kaptál. Ügyességet, a sok tudást, hibáidból az okulást. Útra kelhetsz, bölcség értél. Kihívással szembenéztél, csillamvágyad verejtéke, utadnak még nincsen vége. Köszönjük szépen Flórának a verset, és egy-két indítatás van is benne, amit tegyetek el majd a tarsolyotokba. Akkor kedves ünnepeltek, és kedves hozzátartozók, eljött az a pillanat, amikor megkérem Hámori György polgármester urat, hogy köszöntse önöket, és majd utána fog következni a díjak átadása. Nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, van akik már több egyszer. Őnekik lehet, hogy egy kicsit nem lesz úgy, amit mondok, de én azt gondolom, hogy egy városvezetőnek mindig nagy öröm, amikor ilyen színvonalas és ennyi pályázat érkezik be kapuvári diákoktól. Azért ne felejtsétek el, hogy ti vagytok a teteje. Tehát ez a teljesítmény mindenképpen a kapuvári diák közül kimagasló, nagyon-nagyon kimagasló, erre legyetek mindig büszkék.
És nagyon örülünk annak, hogy például ugye a középiskolásban a kiírás ellenére, hogy 3 díjat adnánk ki, pont egy előség miatt 4 díjat fogunk kiadni. Ez is én azt gondolom egy nagyon örvendetes dolog. Egy dolgot sose felejtsetek el, és ezt mindig elmondom. Amikor vége ennek az ünnepségnek, egy dolgot ne felejtsetek el. Apunak, anyunak, meg a mamának, meg a papának köszönetet mondani, hogy itt lehettek. Már az ő munkájuk nélkül biztos nem tudtátok volna hozni ezt a teljesítményt. Először is gratulálok nektek, és akkor most átadjuk a díjakat. Majd akinek mondjuk a nevét, az szépen ide áll a polgármester úr mellé, és akkor utána végighallgatja a méltatását. Megkérem akkor Flórát, hogy ezt vezényelje le. Elsőként Boldis Barnabás, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ tanulója. Az elmúlt 2,5 évben elért kitűnő tanulmányi eredményei mellett német középfokú komplex nyelvvizsgával és angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az elmúlt tanévben az Implom József középiskolai helyesírási verseny megyei döntőjében első helyen végzett, az országos döntőben a 16. helyet szerezte meg. A dr. Barsi Ernő alapfokú művészeti iskola aktív tagja, 2021 őszén az Örökség Egyesület által kiírt Mesterek és Tanítványok pályázaton partnerével és tanáraival külön díjban részesült. 2022 márciusában a 9. Soproni regionális szóló néptáncversenyen figurás táncos díjat kapott. A Szent Anna plébánia munkájában aktívan bekapcsolódik, a minisztrálásban segítkezik, a szentmiséken felolvas. A városi rendezvényeken, ünnepségeken rendszeresen szerepel. Kovács Kitti, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ tanulója. Az elmúlt 2 tanulmányi fél évet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. Német középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az elmúlt tanévben a Hebe Kft. Által meghirdetett országos őszi olvasóversenyen 2 csapattársával a 3. helyen végeztek. 2017 óta a Kapuvári Kastrum Sportklub aktív tagja, versenyzőként jelenleg a junior korosztályt erősíti. Szalai Gellért, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ tanulója. Az elmúlt 2,5 évet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. Szeptemberben sikeres középfokú komplex nyelvvizsgát tett német nyelvből. Az elmúlt tanévben a 23. Szavária Országos Történelmi Tanulmányi Versenyen megyei 4. helyezést ért el. A Szent Anna plébánia munkájában aktívan bekapcsolódik, a minisztrálásban segítkezik, a szentmiséken felolvas. 8 éve néptáncol és aktív tagja az iskola központ énekkarának. Berényi Hanna, a Páli Szent Vince Katolikus Iskola Központ tanulója. Az elmúlt 2,5 évben elért kitűnő tanulmányi eredményei mellett angol középfokú írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik. Tagja a Metrum Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek, a Szent Anna Plébánia Közösségének, a Plébánia Ifjúsági Csoportjának, a Szkólának, a Szent Anna Rózsa Füzér Társulatnak. A templomi gitáros énekkart énekléssel, hegedű kísérettel segíti. A Kapuvári Ifjúsági Mazsorett Együttes tagjaként országos fesztiválokon szerepel, csoportjával rendszeresen vesz részt helyi rendezvényeken. Aktívan segíti a Rábaközi Művelődési Központ munkáját. Most pedig a nyertes felsőfokú oktatási intézményben tanulók következnek. Elsőként Ézsöl Krisztián, a Győri Brenner János Hittudományi Főiskola teológus képzésének hallgatója. Kiemelkedő tanulmányi eredményei mellett német középfokú komplex nyelvvizsgával
valamint angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Aktív tagja az egyház közösségnek, felolvasással segíti az egyház munkáját. A Molnár TV Kft. Munkájához az Ima Percek című műsorban tanító célzatú előadásáival hozzájárul, illetve önkéntes többlet feladatok vállalásával főiskoláját is támogatja. Németh Jászmin. A Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai karán tanul kommunikáció és médiatudomány szakon. Kiváló tanulmányi eredményei mellett angol középfokú komplex és német felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Társadalmi munka terén, keretén belül önkéntesként segíti az Ettenyésztők Kapuvári Egyesületének, illetve a Városi Könyvtárnak a munkáját. Nagy Réka. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanul ápolás és betegellátás gyógytornász szakon. Kimagasló tanulmányi eredményt ért el a tavalyi tanévben. Emellett angol középfokú komplex és német középfokú komplex nyelvvizsgával is rendelkezik. A Kapuvári Kastrum Sportklub Titán csoportjának aktív tagja. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy átadta a díjazottaknak a díjakat, és ezzel itt a kis ünnepségünk véget is ér. De nagyon szépen megköszönöm mindenkinek, hogy eljött ma ide, elkísérték díjazottjaikat, és polgármester úr is mondta, hogy majd a szülők vasalják be a köszöneteket a gyerekektől, akikre most ma ugye természetesen méltán büszkék lehetnek. Ja, mai nap azért az őrőlük szól, önöknek pedig ugye hát a hála. Mert ugye, ti ugye tudjátok, tanulj meg mindent, amit lehet, akitől csak lehet. Egyszer eljön az az idő, amikor hálás leszel ezért magadnak. Sok sikert nektek továbbra is, és további szép napot. Köszönjük, hogy eljöttek.